Riprónai József Kaposvár világhírű festőművésze is itt nyugszik a keleti temetőben. Sokan látogatják a tragikusan elhunyt Molnár Csilla szépségkirálynő síremlékét is, amelyet Melokó Miklós tervezett. Puskás Béla helytörténetkutató azt mondja, csak nem 100 neves személyiség nyugszik a kaposvári temetőkben. Ebben a temetőben, tehát a keleti temetőben néhány személy sírja egyfajta zarándokhely lett, ilyen Riprónai József, Szász Endre, Molnár Csilla, halottok napján rengeteg fiatal látogat el a temetőbe és a sírhoz, és új jelenség, Szita Bence meggyilkolt kisfiúnak a sírjához nagyon sokan elmennek, keresik. Fölraktuk őt is a táblára. 47 neves személy sírhelye van a táblán. A most felavatott úgynevezett okos parcellakövön lévő QR-kód segítségével minden megtudható a 47 neves személy életrajzáról, nyughelyéről. Az ország 700 helyszínén elérhető már ez a fajta digitális adattár. Nyilvántartást vezetünk a sírukról, felmérjük állapotukat, és amennyiben indokolt, illetve az ott nyugvó személlyel kapcsolatban fontos évforduló következik, felújítjuk és rendbe is tesszük azokat a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság döntése alapján. Azért indítottuk útjára az úgynevezett okos parcellakövek telepítését, hogy ezek segítségével bárki könnyen megismerhesse elődeink különleges életútját. A Somogyi Vármegyeszékhely alpolgármestere Borhi Zsombor azt mondta, ez az újítás is erősíti a közösséget és a kaposvári identitást. Mi kaposváriak úgy éljük mindennapjainkat, hogy büszkék vagyunk elődeinkre, hálásak vagyunk nekik azért, amit a kaposváriak közösségéért tettek, és mindent megteszünk azért, hogy emléküket megőrizzük. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a térség országgyűlési képviselője Gelencsér Attila is. A múltból erény kovácsolása a mai létező technika legmodernebb vívmányaival. Ezért az egy szenzációs dolog. Az okos parcellakő a keleti temető bejáratánál található egy térképpel együtt.